Kultúra rovatunkkal folytatjuk a délelőttet, és a Józsefvárosi Galériába látogatunk, mert egy augusztus 10-től szeptember 4-ig látható egy különleges kiállítás. Nagy szeretettel köszöntöm itt nálunk a stúdióban Buda István szobrász és éremművészt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Tehát még, üdvözlöm a nézőket! Még van nagyjából bő egy hetünk megnézni ezt a kiállítást. Az alkotásainak mely szeletét hoztál most a Józsefvárosi Galériában? Milyen műveket láthatunk? Elég átfogó, kivéve a köztéri szobrokat, de hát azokról is egy-kettőről van fotó, tehát ilyen kinagyított fotókat állítottam ki. Hát olyan nagyon sok köztérit azért nem csináltam, de azért már szám 4-5-öt már tudok. Igen, és nekem fel is tűnt egy egészen különleges, hogy például Svédországban is van köztéri szobra. Ha nem is köztéri, egy madonnám van, egy felkérésre csináltam erdei körtefából, amit még a mesterem Szabó Iván adott, száraz, csontszáraz, gyönyörű fát, amit össze kellett ragasztani, és hát egy építész közvetített, egy lundi, ilyen magán, katolikus imaház, nem voltam sajnos jelen, és a svéd barátaim se találták meg ezt a kápolnát, de szerettem volna a helyszínű fotót, hogy hogy is néz ki ez a Madonna. Egy ellopott vagy eltűnt szobor helyére faragtam ezt annak idején, egy építész felkérésére, aki ingázott Svédország és Magyarország között. Itt is rengeteg épülete van, főleg szállodákat tervezett. Menjünk vissza egészen a kezdetekre, hogy hogyan indult a pályafutása, vagy hogyan kezdett el az anyaggal, a formákkal foglalkozni? Hát most itt nálam a rajz volt a kiindulási pont. Igen, tulajdonképpen majdnem, hogy még beszélni is, alig beszéltem, amikor ugye a rajz úgy el... Talán időbe adták a ceruzát a kezembe, és hát ez így darabul ejtett, és tényleg mondhatnám ilyen óvodától kezdve bizonyos megerősítések, majdnem, hogy ilyen, már ilyen csodálatokkal húzták ki a kezem alól, hogy jé, mit csinált ez a gyerek már megint. És hát ez kell a gyereknek ahhoz, hogy mondjuk motiválva legyen, és egy életre meghatározza a viszonyát mondjuk a szabadkézi rajzhoz. És azt hiszem a tanítási metódusom is ehhez kapcsolódott, hogy rajzolni, gyerekek, az egy csoda, az egy meditációs tréning, ha úgy vegyük, mindenféle lelki hullandzást is nagyszerűen lehet vele kordába tartani. És hát fegyelmez is a rajz, meg hát föl is szabadít. Fegyelmez a rajz, hiszen igen, hát hogy ott ne, nincsenek határok, nem? Hát ez az, most már nincsenek, éppen ezért olyan, hogy is mondjam, kétségbejtő a színvonal a egyes, hogy még kiállított tárgyaknak is úgy mond, hogy én már rajzi hibákat azért, főleg, hogyha van, amikor fölülírja a jelentést, tehát olyan mély, vagy olyan invenciózus, hogy pici kis csámpásságot elnéz az ember, mert olyan erős a jelentése, de az nagyon zavaró, amikor ugye se jelentés és se kvalitás. Szóval aztán éppen a rajztanításnak szerintem óriási szerepe van, hogy mély után tudjon dolgozni valaki. Mindjárt beszélünk majd a tanításról is, de akkor még mindig csak a rajzoknál tartunk. Na most a rajzokból hogyan lettek szobrok, vagy mikor volt ez az átbillenés? Annak idején még, most már az alig beszélnek erről, de a mi tanáraink úgy is válogatták a gyerekeket, hogy egy rajzról már a gyerekkorban is nagyjából, de ha már képzett, egy picit is képzett, én úgy gondolom, hogy 6., 7., 8., amikor már lehet bizonyos tréningekkel, tehát valóság utáni feladatokat rajzoltat a gyerekkel, már szinte az első kapavágásnál a jószemű tanár a plasztikus gondolkodást, vagy szóval a grafikus gondolkodást el tudja különíteni, vagy a festői hozzáállást. Ez egy habitus, ez egy majdnem egy született idegrendszeri dolog. Aki plasztikusan rajzol, az inkább talán a szobrászat felé, vagy legalább a tárgykészítés felé, azt mondom, lehet az ötvös, vagy akármilyen
tárgykészítő, aki egy kerámikussal, aki térbe próbálja megformálni a tárgyait, és van, amelyik a festői, tehát oldottan rajzol, jó tónusérzékkel, gazdagon, szóval finom, hogy mondjam, lírai dolgokat tud a ceruzával megjelent, és van aztán a grafikus, ami a vonalkultúrát, a vonalakkal, a metszetekkel tud valamit kezdeni, a kontrasztokkal. És akkor az ön tanárai önben ezt a plasztikus gondolkodást látták? Igen, én még Szombathelyen felvételiztem, akkor a kisképző, ahol aztán tanárként visszakerültem, az Szombathelyi körzet, mert győri születésű vagyok, körzetesíté, akkor még azt hiszem az országban ez volt az egyetlen. Talán nem tudom, hogy a pécsi szegedi az egy időben, vagy kicsit később, de ez a három volt aztán, és óriási presztízs volt oda bekerülni. Tehát valami egészen, most már szinte irreálisan sokan jelentkeztek, és Szombathelyen a tanárképzőben Szalai Zoltán rajztanár volt, azért emlékszem pontosan rá, mert aztán az első évben ő tanított, és már hát olyan lázasan betegen felvételiztem egyébként, elég félájultan, de azt még azért úgy félszemmel láttam, hogy egy nagyon kedves hölgy, akivel aztán is soltársak lettünk, de ő osztályba került, egy Celdömörki lánynak is az én rajzomat tette a paksamét a legtetejére. Hát ez úgy jelentőséggel bírt a szemembe, valóban mindkettőnket vettek föl abból a körzetből, és hát így kerültem aztán Budapestre. És aztán 1991-től már ugye a kisképzőnek is a tanára. Igen. Milyen ott tanítani? Mert azért hát ott ugye művészeti, csak művészeti érdeklődésű gyermekek vannak, tehát nem egy átlag gimnázium. Igen, ezért is volt nekem egy fürdő tulajdonképpen ilyen szempontból, mert nagyon érzékeny és tehetséges gyerekeket vesznek ma is föl. Itt inkább azt tapasztaltam, hogy az általános iskolai rajzoktatás színvonala nagyon sokat esett, és így a merítés is, hogy mondjam, sokkal hiányosabb. Tehát mondjuk a szakkörök nem alkalmasak arra, hogy mondjuk pótolják a rajzórák számát? Túlzottan föl. Szóval nem azt mondom, hogy én szeretem a felszabadult oktatást is, szeretem a felszabadult gyerekeket, csak mondom, a rajzhoz van egy fegyelem is hozzátartozik, az nem úgy működik, hogy persze ez olyan fegyelem, ami ha a tudáson alapul, akkor nem túlzottan kínozó fegyelem, de egy megküzdeni egy formáért, megküzdeni, hogy formát rajzoljak, és ne tónust, vagy ne csak, érted, akkor kell egy kis koncentráció hozzá, és hogy ha nem megy, akkor az egy kínlódás. És aztán, amikor áttöri ezt a falat az ember saját magán, ugye, mert ezek tulajdonképpen meglévő korlátok, akkor elég erős heuréka élménye van az embernek, hogy na igen, valami ilyesmit akartam. Hát ez sosem mindig az, aztán mindig ugye húzzák a madzagot, mézes madzagot az ember előtt, igazán ez a fajta igazi beteljesedés, azt hiszem nem feltétlenül ajándéka ennek a dolgok, de azért részleges ilyen örömöket azért okoz, mert utána jön a következő feladat és a következő probléma. Beszéljünk egy kicsit most a saját alkotásairól, remélem, hogy majd tudunk mutatni képeket is most a kiállítás anyagából, és ha már anyag, akkor említette például ezt a nagyon száraz erdei körtefát. Milyen anyagokat használ azt élvezet volt kifaragni, azt szerintem persze az afrikai fákat nem ismerem, ott is van azért, de ezt így egy magyar viszonylatban a kararai márványhoz tudnám hasonlítani, a kőhöz, mert ugye szeretik a szobrászok, mert tényleg fantasztikus kicsit, amikor beoxidálódik, akkor ilyen sárgás, tört fehér színe lesz, nem az a vakító fehér. Na, tehát ez a körtefa is fényesen, tehát amikor az ember a vésővel faragja, akkor fényes pikkelyek válnak le róla. Tehát szinte, hogy mondjam, csak maximum valami kis olajjal kell bedörzsölni, semmiféle lakkot nem visel el. És van egy sejemfény a fának, gyönyörű fa. Na mindegy, de itt a kiállításon most nincs két cseresznyefa, illetve egy erdélyi úgynevezett magas hegyi tölgyből csináltam egy kis női figurát, ott a helyszínen nagyoltam még Kicsíkszeredán, az is csíkszeredai akt lett a neve, hogy hát ez onnan datálódik, elvittek egy fafaragó
műhelybe, egy ilyen népfőiskola, vagy hogy hívták, nagyon aranyos, azt hiszem Lajos volt a főnök, és ott kész tények elé állítottak, egy összeragasztott ilyen. Mert ugye ezeket a tölgyeket vagy fákat úgy készítik elő, hogy csontszáraz, és akkor ilyen köve 10 centi széles deszkákat összeragasztanak nullásra, tehát nem lehet látni, hogy összeragaszt, és abból a tömbből kell ugye kinagyolni és kifaragni az elképzelést. És ott elkészítette, és aztán itthon finomította. Hát tulajdonképpen ott kinagyoltam. Hát fölraktam ilyen picibe agyagba, hogy azért nagyjából a kiosztások úgy helyesek legyenek, vagy azt, azért egyenesbe faragni, az egy nehéz dolog, szóval azt általában megcsinálják a gipszmodellt egy az egybe, és akkor pontozóval, ha kőfaragást csináltam, miért is van a kiállításon egy fotó, egy szökőkút figurám, egy ilyen támaszkodó ülő hölgy, egy ilyen kerek vízfolyásos medencén, és hát annak megcsináltam egy az egybe a gipszmodellt, és úgy pontoztam át, és aztán, amikor már láttam, hogy nem tévedtetek, akkor már önállóan fejeztem be. Remélem, hogy folytatjuk még majd a beszélgetést, mert hát itt van nem messze a Százados úti művésztelepen. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és további jó munkát, jó alkotást kívánok. Köszönöm szépen.